Az önkormányzat tudomására jutott több olyan eset és kérdéses, aggályos dolgok, visszaélések, amelyek a kórházban történtek dr. Kovács József főigazgató főorvos tevékenysége során. Ezért a fenntartó Kiskunfélegyháza város, illetve a vonzás körzetben élő lakosság érdekében elengedhetetlennek látta a helyzet mielőbb megnyugtató megoldását. Ezért a mai képviselőtestületi ülésen szakmai szempontokat és azt a közel 60 ezer fő ellátott érdekeit figyelembe vevő lakosság nevében hozta meg azt a döntést, melynek során felmentette dr. Kovács József főigazgató főorvost a vezetői tisztségéből, és megbízta a kórház vezetésével dr. Vince Sándor. Képviselőtestület 1/2012-es határozat alapján döntött az eljárás megindításáról a kórház, illetve Kovács József közalkalmazott ügyében. Köszönöm, van-e még hozzászólni a dolog? Kovács József. Ilyen szintű jogtiklást én még nem is hallottam, nem hogy láttam volna. Hát igen, ez egy koncepciós per, tehát a Pelikán elvtárs volt utoljára, akinek azt mondták, hogy ezt írja alá, kérem szépen, mi ez a vallomásom, nem az ítélet. Tehát itt valami olyan született, ami hihetetlen ebben az országban. Előre meghoznak egy ítéletet, még a tárgyalás előtt. Tehát még fogalma sincs senkinek való, hogy úgy dönte a testület, hogy esetlegesen a benyújtott dokumentumok, a különböző meghallgatások után elfogadja-e, hát igaz, elég egyértelmű, mert egy darab előterjesztés volt, az a öt év vagy kötél nem volt egészen tiszta, egyértelművé vált. A Kiskunfélegyházán az egészségügyi és a kórházi ellátás szervezésének fő mozgatója az elmúlt években dr. Kovács József volt. 2008-as kinevezése óta több mint 1 milliárd forinttal támogatta az önkormányzat a kórházat kölcsön és finanszírozás formájában. Ami viszont meglepő, hogy 2010-ben történt átszervezés, tudnék a Kecskemétre történő aktív ágyak átadásával, a kórház gazdasági helyzete nem javult. Holott Kovács József akkor kimutatta, hogy ebben az új struktúrában pozitív lesz a kórház mérlege. Azóta több mint 400 millió forint önkormányzati támogatás került a kórházhoz, és 76 millió forint állami támogatás is érkezett. Felelőtlen gazdálkodás egyértelműen beszédbe sorolta a kórházat már eddig is, és a kórház jövőjét, és ezzel együtt az itt élő emberek biztonságos ellátásán. Több szakmai egyeztetés után került Vince Sándor úrra a javaslat, akit mai napon ugye a kórház megbízott igazgatójának neveztünk ki. Személye lesz garancia számunkra, hogy az átadás, átvétel a törvényességi kereteknek megfelelően fog lezajlani. Természetesen ez alatt a rövid 3-4 hónap alatt nem lehet csodát várni. Több dolgot azért viszont szeretnék megtenni mindenképp, hogy tisztázzuk azt, hogy valójában mi vezetett ehhez, hogy az önkormányzat utóbbi évében 1 milliárd forintot, vagy közel 1 milliárd forintot költött
ezzel együtt ráfizetéses a kórház, és természetesen körülbelül egy ilyen két hónap múlva igen komoly javaslatokat fogok tenni, hogy hogyan lehet ebből kilábolni. Nekem ez a tervem, úgy érzem, hogy ez a polgármesteri hivatal számára elfogadható és kezelhető, és ez meg is valósulni. Köszönöm szépen!